Ágyú szentelő ünnepséget rendeztek a fonyódi kishuszárok, ugyanis a kishuszár csapat immár egy tüzérségi ágyút is magáénak tudhat. Az ünnepség keretében Domina Barnabás, huszár csapat kapitány arról beszélt, hogy a huszárok ma a szabadság jelképévé váltak. Ugye a huszár most már jelképé vált. A magyar szabadság jelképévé. A magyar nemzet szabadság vágyának a jelképévé vált a huszár. És amikor valaki meglát egy lovas huszárt, hát bizony azért a szívéhez kap, mert gyönyörűséges látvány egy huszár. Az ágyút pedig ugye nem kell megijedni, mert amikor az ember ágyút hall, akkor mindig valami véres ilyen fegyverre gondol, ami bizony halált hozta a csatatéren. Hát de mi nem ezt akarjuk osztani. Azt szeretnénk elérni, hogy amikor ezzel az ágyúval valóban elmegyünk és ünnepi díszlövést adunk le, akkor az embereknek jusson eszébe az ágyú dőrrenés hallatán az, hogy mennyi hős magyar katona áldozta fel az életét azért a magyar hazáért, ahol mai napig élünk. Az ágyút Feri atya a csapat tábori lelkésze áldotta meg. Atya, Fiú és Szentlélek nevében. És az ágyú neve, ha jól emlékszem, Mennydörgés. Az áldás után díszlövéssel tisztelegtek a hagyományok előtt. Mai nap tulajdonképpen egy új osztagot hoztunk létre ezzel, hogy egy ágyút vásárolt magának az egyesület, mert évről évre 10-20 gyerekkel bővülünk, most már ugye a harmadik éve működik ez a huszár csapat, és úgy gondoltuk, hogy így színesíthetnénk a csapatot azzal, hogy többféle harcászati nemben is megmutatkozhatnak a gyerekek. Tulajdonképpen a nagy része a tűzkeresztségen már átesett, mivel immár másodszor voltunk is a Szegen is, az emlékhadjáratban, ahol hát testközelből élték át, és ennél azért egy kicsit nagyobb volumenben az ágyúdörgést, illetve Pákozdon is jártunk már a többségükkel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nagy részének ez már tulajdonképpen rutin volt. Hát reméljük, hogy akinek nem, annak pedig az újdonság erejébe hatott. Miért volt fontos, hogy immár tüzérséggel is rendelkezzen a Kishuszár Egyesület? Hát az ismeretanyag bővítése tulajdonképpen, ahogy nőnek fel a gyerekek, nyilván először óvodásokkal indítottunk, de ezek az óvodások most már másodikat fogják befejezni, és csatlakoztak hozzánk nagyobb gyerekek is, és őnekik már szükségük van kicsit bővebb információkra is, mint az ilyen nagyon egyszerű, mit tudom én, öltözett alapanyagra, úgyhogy őnekik szeretnénk minél több lehetőséget adni. Minden ágyúnál annak idején ugyanúgy a császári királyi udvaron belül is elvégezték az ágyú avatást, teljesen ugyanúgy, ahogy most, csak ugye mondjam azt, hogy azok teljesen korhű és teljesen igazi ágyúk voltak, mint ez egy korhű másolat, amelyiket láttunk, amelyikkel 3 lövés lett leadva. Ugye azt mondják, hogy a csatatereknek van királya és királynője. Királya a lovasság, királynője pedig a tüzérség. Ez egy 6 fontos ágyúnak a kicsinyített mása. Egy 6 fontos ágyom azt jelenti, közel 3 és 2 egész lenne a öntött vas tömör ágyúgolyónak a súlya. Ezt használták táborinak is és csataágyúnak is. Hát a legkisebb átmérőjű ágyú volt a 48-49-re szabadságharcban. Ez volt az az egyedüli méretű legkisebb ágyú, amelyikből repeszt, vagyis srapnelt lehetett kilőni. Három magyar igazság! Tűz! Amikor gyakorlatilag használati eszközöket áldunk meg, a szövegben is benn volt, nem a használt eszköz képez erkölcsi értéket, hanem a használója. Hogy jó vagy rossz, az a használójától függ. Tehát a fegyvereknél is az van, hogy most jóra is lehet használni, önvédelemre, lehet használni rosszra is, más emberek elnyomására, megölésére, megnyomorítására. Attól válik, hogy mi a cél. Ennyi. Az ünnepség keretében a fonyódi császár-huszár hagyományőrző gyerekcsapat zászlóját is felszentelték. Emlékezünk arra, hogy ez az áldás nem helyettünk győzi le az akadályokat, hanem erőt ad azok legyőzéséhez. Amen.
Domina Barnabás barátom kért meg, hogy végezzem el ezt az áldást, először az ágyút, és mondta, hogy ha már az ágyú meg lesz áldva, van egy csapat zászlójuk is, ami még nincs megáldva. Úgyhogy most erre tehették le az esküt a ifjuncok. Minden csoportnak kell jelképének lenni. Ez a jelkép az a zászló, az összetartozás jelképe. A zászló az azt jelenti a huszároknak, hogy ők ez alá a zászló alá tartoznak, és itt ennek kapcsán tartoznak egybe. Esküszöm! Esküszöm! Hogy a magyar hagyományokhoz hűletek! Hogy a magyar hagyományokhoz hűletek! A hagyományőrzést szívem ügyének tekintem! Az ünnepséget követően helyben sült langalóval, gulyással és más finomságokkal várták a kishuszárokat. Király másodszülött fia, apja halála után egy darabig még békességben élt az új királlyal Salamonnal. Ebben az időben történt, hogy a pogánykunok a messzesi kapu felől betörtek az országba. Szent László és kora elnevezéssel rendeztek történelmi vetélkedőt általános iskolás gyerekeknek Somogyváron. Idén 10 csapat vett részt a megmérettetésen. Elsősorban annak a kornak, azoknak az értékeknek a somogyvári emlékhely kapcsán történő felidézéséről van szó, és ez mára már odáig bővült, hogy összesen 10 csapat a környékbeli iskolák jelentős része itt van, és egy nagyon izgalmas délután előtt állunk. Aztán ehhez kapcsolódik a Somogyvári Szent László Király Általános Iskola és a Tatai Kőkúti Általános Iskola közti testvériskolai kapcsolat, amely egy pályázat révén jött létre. Így az ország másik végéből érkezett tatai kollégák, illetve gyerekek is bekapcsolódnak a programsorozatba. Ennek a pályázatnak a keretében látjuk vendégül a Tatai Kőkúti Általános Iskola tanulóit 3 napon keresztül igazgatóúrral, kollégákkal együtt, és így megragadtuk az alkalmat arra is, hogy ők is részt vesznek a Szent László iskola történelmi vetélkedőn. A pályázat célja az volt, hogy a gyerekek megismerkedhessenek egymással, és megismerjék, illetve megértsék egymás szociális problémáit is. A pályázati kiírásnál alap szempont volt, alapvető célkitűzés volt, hogy a két iskola tanulói minél nagyobb életminőségű különbséggel rendelkezzenek. Ez azt jelenti a valóságban, hogy legyen egy olyan iskola, ahol döntő többségben halmozott a hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak, illetve a másik iskolában nyilván ennek az ellentétje. Közel 200 tanulónknak a fele halmozott a hátrányos helyzetű, és hogy az arányokat érzékeltessük, a Tatai Kőkúti Általános Iskola több mint 600 tanuljából 12 halmozott a hátrányos helyzetű gyermek van. A Fonyódi járási tankerület is fontosnak tartja az ehhez hasonló iskolai versenyeket. Az elmúlt két hétben a járási tankerület szinte valamennyi általános iskolájában volt járási és járáson kívülre kitekintő tanulmányi verseny. Nagyon színvonalasan rendezik meg az iskolák, nagyon magas szakmai színvonalat képviselnek, a gyerekek pedig egy nemes megmérettetésben vesznek részt oly módon, hogy felkészítjük őket a későbbi vizsgákra, esetleg az érettségire, esetleg további megmérettetésekre, valamint hát ezek a versenyek alapját képezik megyei országos megmérettetéseknek, ez is egyfajta tapasztalatcsere. Itt a gyerekek találkoznak, kapcsolatokat építenek, a pedagógusok pedig szakmai tapasztalatokat cserélnek. A feladatokat meg szoktuk őrizni, feladatbankba rakjuk, és a továbbiakban, a mindennapi oktatónevelő munkában, a résztvevő iskolákban, illetve a járási iskoláiban felhasználjuk. Minden olyan program, amely az iskolásokat közelebb viszi egymáshoz, azt gondolom, hogy javukra válik. Én mindig azt szoktam elmondani, hogy
Somogyvár, a nemzeti emlékhely az nem csak Somogyvár értéke, hanem egész Somogyországé, és persze az egész magyarságé. És én nagyon örülök neki, hogy ezt egyre inkább magukénak érzik a környékbeli települések is, és leginkább a gyerekeken keresztül lehet ezt elfogadottá, természetessé megismerté tenni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a pedagógus kollégák ezt fontosnak találták, és elhozták a gyereket erre a vetélkedőre. Természetesen nem az a fontos, hogy ezt a vetélkedőt kinyeri meg, hanem abban bízom, hogy újabb a barátságok és kapcsolatok szövődnek a gyerekek közt és az intézmények közt egyaránt. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége karikatúra művészeti szakosztályának szervezésében nyílt kiállítás a Fonyódi Múzeumban. Szőcs Mihályné önkormányzati képviselő a város nevében köszöntötte a meghívott vendégeket. Szeretettel köszöntöm az Irodalom a karikatúrában című kiállítás megnyitója alkalmából a polgármester és képviselő társaim nevében Bén Zoltán grafikus művészt, Fábri János karikatúristát, Németh Sándor színművész urakat. A kiállítást Bén Zoltán grafikus nyitotta meg. Beszédében a történelmi, a képzőművészeti és az irodalmi életből merített szórakoztató előadásában a kiállítás témáját a humor járta körül. A humorról szeretnék szólani, amit nem tudunk egész biztosan, hogy micsoda. Éppen ezért sokat fogok róla beszélni. Nem tudjuk biztosan azt se, hogy Homérosz egyedül írta műveit, azt sem tudjuk biztosan, hogy valóban élte. Egyet tudunk róla biztosan, hogy vak volt. Edmund Berger, a Laughter and the Sense of Humor, tehát nevetés és humorérzék művében közel 70 humorelméletet felsorol, egy mély igazsággal mond szentenciát fölöttük. Minden elmélet mulandó, a nevetés örök. Hatodik György, angol király, aki se a könyvet, se a képzőművészetet nem szerette, de kénytelen volt protokollárisan részt venni egy ilyen alkalommal, John Pippernek a Vihar a tengeren című képe előtt megállt, és a festője ott udvariasan áll. Hát a király nézte részt, aztán nem tudott mit mondani, azt mondta, hogy nagyon sajnálom, hogy pont ilyen pocsék időt fogott ki. Nagy humor csináló Karinti mondta, nem az a humor, ha valakit nevetségesé teszünk, hanem ha valamiben megtaláljuk a nevetségest. Gyulai Pár nagyon alacsony volt, ezért ugratták barátai, innen ellett még az a vicc, hogy mindent elér az életben, csak a kilincset, nem? Ugye? Tehát, Gyulait hetszelik, például Gyulait. Láttam én már nálam alacsonyabbat is. Igaz, mondta Jókai, csak nem ingyen. Fábri János, a MUOSZ, Magyar Karikatúra Művészeti Szakosztályának elnöke így fogalmazott. A legfinomabb kis humortól elkezdve a szatirikus grafikán keresztül, a sajtókarikatúrán keresztül, a hagyományos karikatúrán keresztül, a groteszkig és az abszurd humorig elmerünk. Ahogy Lé Zoli is említette az abszurdot, szóval az abszurdig elmerünk, és ez egy nagyon-nagyon széles skála, és jó dolog is élvezettel művelik ezt a műfajt. Most ezzel a kiállítással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Azt, hogy karikatúrán írókra, és maga a pályázati kiírás is, a megfogalmazás, a kritériumok megfogalmazása is nagyon jó. Az, hogy ne csak íróportékat rajzoljunk, hanem az írókhoz tartozó attribútumokat is, az írókhoz tartozó jelvényt, az íróhoz tartozó lényegi tulajdonságokat is fogalmazzuk meg, és erre törekedett ez a kiállítás, és véleményem szerint jól sikerült, és ennek a kiállításnak, az íróportréknak lesz folytatása is. Meghívott vendégként Németh Sándor színész pedig felolvasásra kedveskedett a közönségnek. Reményik Sándor verse, eredj, ha tudsz. Egy szívnek, mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol
Bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod. Egy. Száj, mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár, magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban nem ácsol a lelkedből, ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelke csillapuló viharának észrevétlen ezer új hangja támad, süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfáira téged feszít a honvágy és a bánat. Eredj, ha nem hiszed! Hajdanában Mikes se hitte ezt, ki rabhazában élni nem tudott, de vállán égett az örök kereszt, s egy csillag zágon felé mutatott. Ha esténként a csillagok fülötti a márvány tengerbe jártak, meglátogatták az otthoni árnyak, szelíd emlékek, eszeveszett hordák, a szívet kiszik, a szívét kitépték, s hegyeken, tengereken túlra hordák. Eredj, ha tudsz! Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább sem, mint hordani itt a jármot, szórd a szelekbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, menj őserdőkön, tengereken túlra, ajánlani fel két munkás kezed. Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én, károkva és sötéten, mint téli varjú száraz jegenyén. Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de itthon maradok. Leszek őrlőszú az idegen fában, leszek az ajr a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, mi az ma láz, orozva túló féreg, de itthon maradok. Akarok lenni a halál harang, mely temed bár, halló fülekbe cseng és lázít, visszavenni a miénk. Akarok lenni a gyújtó zsinór, a kanóc része, lángra lobbadt vér, mely titkon kúszik 10-100 évekig hamuban ében, míg a kesernek lőporához ér, és akkor... Még nem tudom, jut-e nekem egy nyugalmas sarok, de eddig varjú a száraz jegenyén, én itthon maradok. A szervezést Vén Zoltán intézte, mert a zsűrizést azt elsősorban ő, de közösen tekintettük meg a rajzokat, és ez az első ilyen íróportrék, írók a humorban karikatúra kiállításunk. Ez a kiállítás azért is fontos, mert ezen a kiállításon alakult meg a szakosztályunknak a portrérajzoló, portrékarikaturista tagozata. Nagyon jó ötlet az, hogy az írókhoz tartozó attribútumok is rajta vannak a rajzokon, karikatúrákon. Változatos az anyag, egy embert, egy művésztől maximum két rajzban kitéve, két-három rajzban kitéve, mindegyikünk más, teljesen más, és szóval semmiben nem is hasonlítunk egymásra, stílusban sem, meg rajzban se, vehemenciában, attitűdjeinket illetően se, és ez egy nagyon klassz dolog, hogy így együtt ki tudunk állítani. A humor érzék az meg az intelligencia megnyilvánulása szerintem, mert nem csak a valóságot látjuk, hanem a valóságnak a fonák megjelenési formáját is, és ez rendkívül fontos, és itt elhangzott az, hogy a humor az egy laza valami, és csak pozitív hatást érhetünk el vele. Hát ezzel nem értek egyet, mert a humor az lehet kegyetlen, gyilkos is lehet. Gondoljunk Chaplinnek a Diktátor című filmjére. Szóval nagyon kegyetlen lehet. Ha valakit sértegetünk és bántunk, de még jobban meg akarjuk sérteni, akkor ha kigúnyoljuk, annál nagyobb sértés nincs. Ez az én személyes véleményem. Szerintem ez így van az életben.
Hát én elég szkeptikus vagyok. Azt hiszem, hogy ma az emberek egy arcképről nem ismerik fel, hogy ki kicsoda. Tehát nem hiszem, hogy ma egy Ottlik kép, egy Nagy László, egy Juhász Ferenc. Ha az nem jelenik meg aláírással, a fotója megismerik-e, tehát azért kértem attribútumokat. De így is eléggé szkeptikus vagyok azzal, hogy valaki ezt felismeri, meg ezt értékeli. Ez már szűkörre szorítkozik le sajnos. Tekintettel arra, hogy Berdát személyesen ismertem, úgy, meg a Szakonyit is persze, meg hát azért igen, Lázár Ervint is. Ezek mind kedvencek, igen, akit személyesen ismertem, annak vannak személyes kötődései, igen. Humor fontos, de itt az előadásomat, ha figyelte, akkor látja, hogy szóval a humorról 70 féle ezért neve vezetett le egy amerikai, és hát kiderül, hogy a humor eléggé megmagyarázhatatlan, annyira komplikált és annyira sok, hogy humor. Szeretünk nevetni, és ez a fontos. A költészet napja alkalmából a természet és ember összhangját bemutató kiállítással kedveskedtek óvodás gyerekeknek a Fonyódi Múzeumban. Bukovinszky Júlia tavaly mesékkel és versekkel érkezett Fonyódra. Idén az Én Világom című tárlattal lepte meg a gyerekeket. Minden képem kedvenc kép, és minden képem én vagyok. Ezt nem úgy kell érteni, hogy önarcképet rajzolok, hanem a lelkem. A lelkem minden képben benne van. Mindig bízom abban, hogy valami jól fog elsülni. És ez látszik a képeken is, ha egy kicsit úgy megnézzük az öröm. Mert csak rá kell nézni egy fára, vagy bármire, vagy ha csak arra gondolok, hogy a Balaton majdnem kiszáradt, és itten óbégattak már, hogy hú, mi lesz, meg hogy fogjuk feltölteni, meg mit csinálunk, és tessék, milyen sok víz van benne. Tehát mindig hinni kell. A gyerekek is készültek a költészet napjára. Ők a művésznő verseiből szavaltak. Egy cseppel sem ármányos, álljos a nagy ormányos, csak egy kicsit talányos, még olyan magányos. Kíváncsi a kabócsa és a sok kis majmócsa. Majka páva érkezik, álljos kedjük érkezik. Megtudtuk azt is, hogy képeit nagyrészt verseiik lették. Hát ez nagyon érdekes dolog, hogy egy kép hogyan készül. Hát először is ugye voltak a versek a gyógynövényekről. És ez először csak a Dörmögő Dömötörben jelent meg. De, és ott még volt grafikus hozzá, meg minden, de aztán úgy megszaporodtak a versek, hogy ez már egy könyv anyagát kiteszi. És akkor elkezdtem rajzolni, és hát akkor a vers vezetett. Egyébként meg hát... Mindig van valami megrázó dolog, például volt a cunami, akkor a cunami után festettem ezt a borzasztóan bánatos Madonnát. Tehát ha van valami, ami megráz, akkor azt ki kell festenem magamból, mert máskülönbe belebetegszem. Mert ha már lefestem, és akkor már ott ránézek, és a bánatomat belefestem a képbe, akkor már én megszabadulok a bánatomtól, és abban a pillanatban kiszakad az emberből a szomorúság, a bánat, és újra fel tud töltődni, és újra tud élni. Az én világom, az én világom, azt nem lehet hamisítani. Ez az én világom, ez én vagyok. És én ezt mindenkinek ajánlom, hogy mindenki teremtse meg a maga világát, amiben bele tud feledkezni, amiben örömét találja, amiben beleadja a szívét, lelkét. Az lehet, hogy süt egy süteményt, lehet, hogy csinál egy kis virágágyást, annyi minden lehet. De teremtse meg mindenki a maga világát. Mert ez nagyon fontos, hogy önmagunk legyünk. Thank you.
1928. 23. szám. Füst Milán, emlékezés Kafka Margitra. A Márvány utca felé viszúton. Itt lakott ő, mondom magamnak, s megállok egy ház előtt. Felnézek a földszinti ablakokra, majd lehúnyom a szemem, hogy a szobák berendezését is lássam. Néha sikerül így egy-egy pillanatra még a hangját is felidéznem, annak nyugtalan és nyugtalanító vibrációját is hallom. Majd látnom őt, amint éppen ott gúbban zsámolján, s töprengéstől meghajszolt, kimerült arccal tesz fel egy kérdést, de nem várok be válaszomat arra nyomban meg is fel. Hullámverés címmel került megrendezésre Sipos-hegyi Zoltán önálló estje a Balaton kollégiumban. Az előadás a 20. századi magyar irodalmi élet egyik legismertebb alakja előtt tiszteleg. Vörös Sándor századik, a születésnapjának a századik évfordulója alkalmából jött létre ez a rendezvény, amelyet Linka Ágnes, a Magyar Rádió műsorvezetője, szerkesztője, Sipos-hegyi Zoltán édesanyja és maga az előadó művész állított össze. Nem csak Vörös Sándor, hanem más magyar írók és költők munkái is helyet kaptak az előadásban. Az irodalmi kánonnak csak egy nagyon pici szegmense Vörös, és ezért akartam kiszélesíteni, és hát egyértelműen a 20. század, főleg első felének, de lehet azt mondani, hogy tényleg az egész századnak a legtermékenyebb, legizgalmasabb irodalom történeti szempontból része, ez a nyugat generáció, és ezért gondoltam azt, hogy nyugatos volt Vörös is, de gyakorlatilag az ő kortársai, és nagyon érdekes, hogy ez a 30 év, ez pont annyi emberöltő, hogy olyan költők írtak a nyugatba, akik Vöröst megihlették, és még volt egy nagyon vékony olyan generáció, akire volt hatással már Vörös. Tehát Vörös ilyen szempontból a közép, kicsit újabb generáció volt. Ezért emeltem be egyértelműen a nyugatot is, és hát elkezdtem folyamatosan alakítgatni, jöttek a szövegek, összeraktuk, összevágtuk Linka Ágnessel, és nagyon boldog voltam akkor, amikor kisült belőle, hogy Vörös sikerült egy kalap alá hozni a nyugattal, és aztán valahogy kisült végül is ez az üzenet, és meglett az a tartalom, amit én szerettem volna. A tekintetét is látom ilyenkor. Ezt az idegességtől puha, bizonytalanságtól állandóan rendben ő, egy kis bizonyosságért esekül tekintetet. És ilyenkor mindig nagyon megfájdul a szívem érte. És azt gondolom, hogy a nagyvilágnak egyik legárvább volt. Idősebb volt nálunk, és mikor mi írni kezdtünk, ő már neves író volt, és még előttünk is tekintély. És mégis nem, hogy fölényes lett volna velünk szemben, inkább még alázatos volt. Alig, hogy megjelentünk a porondon, ő magához méltó művészeknek fogadott el minket azonnal. Az, hogy mennyi időre van szükség, rengeteg előadásra van szükség. Az, hogy ez a üzembiztos legyen, hogy ne kelljen annyit gondolkodni. Ez olyan, mint az autóvezetésnél, hogy az ember akkor tud igazán jól vezetni, amikor már nem arra koncentrál, hogy hogyan vált, hanem teljesen kizárja magát a metódust. Ez a versmondásban is ilyen, hogy ha már nem koncentrál az ember magára a szövegre, akkor sokkal többet tud az érzelmekre, a gondolatokra. És ilyen szempontból nagyon sokat számít az, hogy hány előadás van. A fő mozgató rugó az volt, hogy foglalkozzak a mai kérdésekkel, korrupcióval, előregedéssel, nem megbecsültséggel, a hitel problémákkal. Tehát azt gondolom, hogy egy kifejezetten jó anyag jött össze ilyen szempontból. A fölöttünk tornyosuló hegy, a Sipos hegy, édesapám innen vette fel a nevét. Nekünk Balatonbogláron van egy nyaralunk, neki itt volt Fonyódon, és én gyakorlatilag a születésem óta minden nyáron a nyarat Balatonon töltöttem, és tényleg évente 18-szor jártunk Fonyódra. A József Attila estem volt már itt a gimnáziumban, tényleg volt a felolvasó este, vagy a könyv felolvasás a könyvtárban, de hát alapvetően a Balatonhoz való nagyon erős ragaszkodás, és az, hogy édesapámnak ez volt a minden, nekem édesapám volt a minden, és valahogy rajta keresztül van egy ilyen kicsi transzcendentális kötődés a Balatonhoz, mint szimbólumhoz, az aranyhíthoz, az elmúláshoz. Isten igazából, én mindig azt mondom, hogy a lakcímkártyámban Budaörs van írva, én Pesten lakom, de életem végéig valahol milyen nagyon dél-balatoni leszek. Thank you.
Anyám szemében kapzsi féltés. Apám szemében büszke vád. Hogy megjöttem, felhozta mégis a legvédebbi.